Sziasztok! Ahogy ígértem, most teljes minkkel is kipróbáljuk a szalon termékeket. Nekem most van minden az arcomon, ami csak elfér rajta, ráadásul meg is vagyok fázva, úgyhogy kellően nyúzottan nézek ki ahhoz, hogy legyen mit megszépíteniük. Először bekentem az arcomat egy bázissal, illetve ajakápoló van a számon, hogy ezek megfelelő felületet teremtsenek, és akkor kezdjük ezzel a hidratáló CC krémmel, ami a kettes árnyalat, tehát a kevésbé nagyon világos. Ez a fantasztikus CC krém. Látványosan világos a színe, még az én bőrömhöz képest is, de ez nagyon tetszik igazából. A fedése is meglehetősen jó, a nagyobb, erősebb bőrhibákat azokat nem tudja teljesen elfedni, viszont alapvetően eléggé jól működik, és van valami nagyon-nagyon halvány, kellemes kis illata is, én úgy veszem észre. Most pedig megformázom a tragikus kis szemöldökeimet ezzel a tökéletes szemöldökformázó ceruzával. Ez az a háromszöges dolog. Ezzel a kis háromszögös formával eléggé praktikusan lehet dolgozni, nagyon jó satírozásra, meg kiegészítésre is, úgyhogy még az én ténylegesen borzalmas szemöldökeimmel is viszonylag egyszerűen lehet vele mit kezdeni. És most haladjunk tovább lefelé, húzok majd egy tusvonalat a szememre, illetve ezzel a nagyon szép ezüstös ceruzával pedig alul fogok kontúrozni. Intenzív a színe, és nagyon szépen lehet vele dolgozni. A ceruza az pedig annyira erősen fog, hogy sokszor el is felejtettem, hogy ceruza van a kezemben, és nem mondjuk egy tus. Úgyhogy nagyon-nagyon jól néznek ki, és most pedig jöhet ez a kétvégű szemvilaspirál. Thank you.
szempillos spirállal szerintem konkrétan egészen ilyen bambis kinézetem lett. Óriási szempillákat csinál és nagyon látványos. Annyira nem az én stílusom, de aki szereti ezeket a hatalmas babás szemeket, azt szerintem imádni fogja. És most megnézzük, hogy mit tud az olyan korrektor. Anime szereplőnek már jó leszek, és most jöhet rá ez a nagyon cuki rózsaszín, 3:1 rúzs. Így néznek ki arcon ezek a szolontermékek. Én nem is tudom, hogy mikor voltam utoljára, vagy hogy voltam-e életemben egyáltalán valaha ennyire baba. És az ajakorrektornak a hidratáló funkciója is beválik, ugyanis az egyébként szégyellivalóan száraz ajkaim, egyre kellemesebb tapintásúak, szóval... És majd kiderül, hogy mennyire tartósak. Egy olyan 5-6 óra telt el, ez alatt voltam hidegben, voltam melegben, kontaktlencse miatt használtam szemcseppet, orrot fújtam, és voltunk színházban, ahol még könnyeztem is, úgyhogy igencsak igénybe volt véve a dolog. A CC krém szerintem eléggé jól megmaradt, az orrom környékéről kapott le, de az orrfújás miatt eléggé nyilvánvaló, és én még olyannal nem találkoztam, ami ezt hosszú távon bírta volna. A szemöldököm az gyakorlatilag érintetlen, úgyhogy az abszolút tökéletes. A számon maradt valamicske a színből, de azért ez a rúzs ez nem kifejezetten tartósnak van kitalálva, viszont nagyon praktikus és elfér kis helyen, tehát én így újra kentem egy párszor az este folyamán. Az látszik, hogy a szemhéjtus az itt egy kicsit felkenődött a szememen, de most tudni kell, hogy allergia miatt nekem most iszonyatosan rálóg a szemhéjem a szememre, úgyhogy hát tus legyen a talpán, ami ezt kibírja. Valószínűleg a szemcsepp sem segített a dolgon, de egyébként szépen megmaradt, tehát annyira nem nagy probléma, egy kicsit kell rá vigyázni. Az alsó ezüst ceruza az teljesen jól fennmaradt, és a szempilláimon úgy áll a spirál, mint a beton, úgyhogy szerintem eléggé jól teljesítettek a szalon termékei. Ez volt a teljes egészében szalon smink terepen kipróbálva. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!